És ünnepségünk elén énekeljük együtt fennállva a himnuszt. A mai napon 1956. október 23-ára emlékezünk, ezt a napot ünnepeljük, azt, amikor a magyar nép fellázadt az elnyomó szovjet hatalom ellen. Az első világháború után, ugyanis a Szovjetunió az akkori világ második leghatalmasabb hadserege, második leghatalmasabb országa elfoglalta Magyarországot. Megszállt Magyarországot, és elnyomásban, terrorban tartotta. A Rákosi korszakban nagyon kemény diktatúra volt Magyarországon. Megfordulások, bebörtönzések, nyílt erőszak, terror, besúgás, rettegés. Szörnyű volt ez az időszak. És ez az időszak az embereket nagyon-nagyon mélyen érintette. Mindenki érezte, hogy változtatni kellene, hogy valaminek történni kell, hogy ez ne menjen így tovább. És ez a nap, ez 1956. október 23-án jött el, amikor Budapest utcáin kitört a forradalom. 1956-ban erre az elnyomásra és terrorra mondott nemet a forradalom. Hogy hogyan is történt ez pontosan, azt most egy rendhagyó módon, egy különleges technika segítségével fogjuk előttetek megjeleníteni. Kérlek titeket, hogy kövessétek figyelemmel az eseményeket, és a színjátszókörnek a műsorát. És főiskolások október 23-ára meghirdetett tüntetésére. A Budapesti Műszaki Egyetemen az összegyűlt fiatalok 16 pontban foglalták össze követeléseiket. Október 23-án reggeltől
a diákok által meghirdetett tüntetést először betiltotta a kommunista párt, de délutánra végül is engedélyezték. Az egyetemisták felvonulása délután 3 órakor kezdődött a Petőfi szobornál, ahol elszavalták a nemzeti dalt, majd felolvasták a 16 pontot. Talpra magyar, mi a haza? Itt az idő, most vagy soha? Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés választhatok a magyarok istenére. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! Egyre többen csatlakoztak a tüntetéshez. A legtöbben akkor jöttek hazafelé a munkából vagy iskolából, de voltak, akik az ablakon keresztül hallották az eddig ismeretlen jelszavakat, és így mentek le az utcára. Néhány óra leforgása alatt a tüntetők száma 50 ezerre nőtt, és a néma felvonulás hangos kommunista ellenes tüntetésbe mentek. Az indulatok felszínre törtek, s megkezdődött a forradalom. A tömeg kórusban skandálta. Nagy Imrét a kormányba, gyerünk meg a Dunába! Ruszkik haza! Ruszkik haza! Ruszkik haza! Aki magyar velünk tart! Ez a haza magyar haza, minden orosz menjen haza! Valaki kivágta egy nemzeti színű zászló közepéből a szovjet mintájú címert, amit hamarosan minden zászlóban megtettek. A lyukas zászló a forradalom jelképévé váltak. A Petőfi szobortól a felkelők egy része a Margit hídon át a parlamenthez vonul meghallgatni Nagy Imrét. Órára Kossuth téren és a környező utcákban körülbelül 200 ezer ember gyűlt össze. Nagy Imrét akarjuk hallani! Ez a haza magyar haza, minden orosz menjen haza! Nagy Imrét a kormányba, gyerünk meg a Dunába! Halljuk Nagy Imrét! Végül este 9 órakor Nagy Imre megjelent a parlament ablakában. Reformokat ígért és hazatérésre szólította fel az embereket. Másik része a Dózsa György féli Sztálin szabad ledöntésére indult. A forradalmárok 23-án este kezdték meg a diktatúra jelképének elbontását. A szobor nyakába kötelet akasztottak, csörlőkkel, teherautókkal és más erőgépekkel próbálták ledönteni sikertelenül. Végül heggesztők érkeztek, akik lángvágókkal elválasztották a törzset a csizmától. A himnusz éneklése mellett fél tíz körül végül ledöntötték a 10 méter magas és csak nem 6 tonna súlyú szobrot. A tömeg Sztálin testét egészen a Blaha Lujza térig vitte, ahol tovább darabolták, pontosabban szétverték. Felvonulási téren, a hatalmas tribünön csak a csizma merett az égbe, a budapestiek pedig csizmatérnek gúnyolták a helyszínt. Nagy Imre Kossuth téri szereplése általános csalódást okozott. Gerő Ernő az azt megelőző rádióbeszéde pedig hatalmas felzúdulást keltett a budapesti tüntetőknek. A tömeged része azért felháborodásban a Magyar Rádió Bródy Sándor utcai épülete elé vonult. Céljuk az volt, hogy a 16 pontot olvassák be. Itt azonban felfegyverezett AVH-s egységek fogadták őket. A tüntetők is szereztek fegyvert, és hamarosan tűzharc bontakozott ki. A sapkájukról pedig letépték a vörös csillagot. A felkelők hajnalra elfoglalták a rádió épületét. Megkezdődött a fegyveres felkelés. Október
24-én a pártvezetés szovjet utasításra a felkelés leverése mellett döntött. Hamarosan szovjet tankok jelentek meg Budapest utcáin. A gépfegyverekkel és molotov koktélokkal felfegyverzett forradalmárok már a város több pontján barikádokat emeltek, és megkezdődtek az utcai harcok. Fegyveres ellenállók sikerrel folytatták a harcot a megszállókkal szemben, és egymás után tették ártalmatlanná a szovjet harckocsikat, fogságába ejtve legénységüket. Az évek óta Magyarországon élő szovjet katonák számos esetben nyíltan barátkoztak a felkelőkkel, akik gyakran meggyőzték őket a forradalom tisztaságáról. Október 25-én a tüntetési menetek az Országház elé a Kossuth térre vonultak, ahol Nagy Imre megjelenését követelték. Délelőtt 11 óra körül mintegy 5000 békés tüntető gyűlt össze az Országház előtt. Ekkor a Földművelésügyi Minisztérium, illetve a tér körüli más épületek tetejéről az AVH mesterlövészei tüzet nyitottak a tüntetőkre. Új kormány alakult ki, ami azonnali tűzszünetet rendelt el. Nagy Imre rádióbeszédében többek között megígéri, hogy a szovjet csapatok el fogják hagyni Magyarországot, az AVH-t feloszlatják, és a hagyományos magyar zászlót újra hivatalossá teszik. Ezzel Magyarország megindulhatott a demokratikus fejlődés útján. Győzött a forradalom! Ám ezt a Szovjetunióban másként gondolták. Ruscsov és vezetői köre úgy döntöttek, hogy forradalmat fegyveres úton fogják leverni. November 4-én az akkori világ leghatalmasabb szárazföldi hadserege támadta meg hazánkat.
készített támadásban több ezer szovjet páncélos vett részt. Velük szemben csak a kézi fegyverekkel és benzines palackokkal harcoló magyar fiatalok álltak. Nagy Imre utolsó rádióbeszédjében még ellenállásra szólította fel a lakosságot, de a túlerővel szemben nem tehettek sokat. A Szovjetunió másodszor is megszállt a hazánkat. A magyar népköztársaság minisztert a Kicsit Nagy Imre beszélt, a magyar népköztársaság minisztert a márkának elnöke. Ma hajnalban a többi csapatok támadást indítottak külvárosunk ellen, az a nyilvánvaló számítva, hogy megszületik a közgyűlés magyar demokratikus kormányzat. Csapataink harcban állnak. A kormányzat helyén van. Ez szükség az ország népével és a világ közélet. Hősei nem haltak meg, nem szenvedtek hiába. Olyan rendkívüli tanúbizonyságot tettek bátorságot, olyan egyetemes akaratról, az idegen zsarnokságtól való megszabadulásért, hogy végül az egész világnak szembesülnie kellett a kommunizmus valódi arcával. Az 1956-os forradalom volt az egyik első lépés a kommunizmus felbomlása felé vezető úton. Ez a lassú folyamat 1989. október 23-án teljesedett ki, amikor Magyarország köztársaság lett, és ismét szabad és független állam lett. Ünnepségünk végén énekeljük el együtt a szózatot. Végigültétek a műsort, és hát figyelemmel követtétek. Köszönöm szépen!